Jó estét kívánok, ez itt a heti vizit. Ezúttal egy olyan szakmának a felkent papnőjével fogoknak megismerkedni. Igen, hiába vágod az arcokat itt mellettem, különböző arcokat, mert hogy a neonatológia, vagyis az újszülött gyógyászat az egy igazi, nagyon fontos dolog, és nagyon kevesen hallottak róla, annak ellenére, hogy igazából egyre több és több a koraszülés, és több dolgot szeretnék megbeszélni majd Csill Beátával, főorvosasszonnyal, aki most nem olyan nagyon régen Székesfehérváron. Még nem vagyok főorvos, ezt tátokta, de voltál már életedben főorvos is. Nem voltál? Akkor ez annál jobb, mert azért mindig úgy kezeltünk, és olyan... Olyan oké, de annyira, amikor megismertelek, olyan jellegzetes tartással jöttél, hogy én halálbiztos voltam, úgyhogy életemben másodszor főorvosozlak fel. Köszönöm, mert hogy mindig így gondoltam, és eddig még ezt nem volt módod lecsapni ezt a dolgot. Na csak annyit róla, hogy amikor leültünk az asztalhoz ezelőtt egy perccel, akkor azt mondta, hogy cserélhetünk-e bögrét. És természetesen cserélhetünk bögrét, azért, mert hogy a lilát szerette volna, mert miért szeretted volna a lilát? Mert a lila a koraszülöttek színe. Az elképesztő. Igen. És az honnan jött, hogy a lila a koraszülöttek színe? Ez egy választás, de nemzetközi választás, tehát ez nemzetközileg mindenütt a lila a koraszülöttek színe. Uh-huh. A remény és a jóság. Feltaláltál két dolgot, vagy nem tudom, hogy feltaláltad, de minden esetre két dologról híres vagy. A kenguruztatás az egyik, a másik az pedig, hogy egy mondás, hogy a baba a főnök. És ennek jegyében szervezted a pályafutásodat eddig. Én ezt tapasztaltam, és ezt hallottam, és erről olvastam. Egyiket sem én találtam fel. De a kenguru módszert a kenguruk találták fel. Tehát tőle lesték el Martinez doktorék annak idején Kolumbiában, amikor ugye nem volt lehetőség arra, hogy kellő inkubátor legyen az osztályon akkor a szülöttek számára, ezért az édesanyjukra kötözték ezeket a pici babákat, és lám-lám egyszer csak azt vették észre, hogy javulnak a túlélési esélyeik, kevésbé betegek, haza tudnak menni, mert a mama teste mint egy élő inkubátor működött. Hozta azokat az eredményeket a mama teste, mint amilyeneket az inkubátor hozott? Igen. Vagy akár túl is ment rajta? Abszolút élettani reakciót mutatott, tehát a mama teste a saját testhőmérsékletét úgy szabályozta a mama szervezete, hogy a babának az úgynevezett termoneutrális hőmérséklet adott legyen az ő mellkasán, tehát ahol ő neki a legjobb volt. Uh-huh. A mama és a... A bőr-bőr kontaktus, igen, ennek a lényege. Voltak, igen. Ugye? Tehát, hogy egymáshoz voltak. Hát nyilván valami kis pelús, vagy valami kis rongy volt azon a babán is ott Kolumbiában, uh-huh. De a lényeg az az, hogy nagy felületen kell érintkezzen a bőrük ahhoz, hogy ez a hatás, ez működhessen. Ez az élettani hatás, ez egyébként a mama felé is sugárzott valamit? Tehát ő is nyugodtabb volt attól, hogy rajta volt a gyerek, vagy erre nem vonatkoztak kutatások? Azt gondolom, hogy ez ettől független, hogy ő a saját szervezetét hogyan tudta fűteni, hűteni ahhoz, hogy a babának ez megfelelő legyen. De nyilván a nyugalom, tehát az, hogy az ő pulzusa is megnyugodott, a légzése is egyenletesebbé vált, az mind hatott a babára is. Tehát ez azért egy közös megnyugvás szokott lenni, amikor ők így ellazulnak egymással. Jó, ezt én simán el tudom képzelni ilyen másfél kilós gyerekeknél. Annál kisebbeknél viszont nagyon tudom elképzelni, hát ott egy csomó életfunkciót is kell szabályoznatok, és közbeavatkoztok mindenféle gépekkel a gyerekek igazából életében. Igazából amit támogatnunk kell, az elsősorban a légzésük, mert hogy nagyon éretlen a légzőrendszerük, tehát tudnak ők levegőt venni, csak nem elég erősek ahhoz, és nem elég fejlett a tüdejük ahhoz, hogy ezt az őrült munkát, amit egy éretlen tüdővel a spontán légzés egyedül jelentene, azt ők hosszú távon bírják. Tehát ezért kell az ő légzésüket támogatnunk. De ez a légzés támogatás, ez nem ellenjavallata a kenguruzásnak, tehát attól ő nyugodtan kikerülhet az anyukájának, vagy az apukájának a mellkasára. Apuka pont úgy ér, mint anyuka? Igen. Tehát, hogy nem csak a mama mellkasa számít? Nem, ebben ugyanúgy működik a papa is. Mert olyan fotókat papa láttam már, hogy nem menjek messzire a saját unokámról is, aki császárral született, és a papa mellére tették, amikor elhagyta az anyaméhet, de azt gondoltam, hogy ez a tartós, nem tudom, inkubálás, az valamiért inkább a mamáknak áll
kézre. Nem, ebben mind a ketten egyenrangú szerepet játszanak, és ez fontos is egyébként a szülői kompetenciában, meg az apaság érzésének a megélésében. Tehát nyilván nem véletlen, hogy most már az érett újszülöttek is ugye nagyon sokszor, amikor császármetszés van, a papa mellkasára kerülnek, egészen addig, amíg a mama nem jön ki a műtőből, és ez egy olyan oxitocin felszabadulást okoz az ő szervezetükben is, ami kvázi az apa tudatot beírja. Tényleg az a pillanat, amikor a mesztelen mellkasára fogja a babát? Az a hormonális változás, ami közben benne zajlik, az úgy beírja az apa tudatot az ő idegrendszerébe és a lelkébe. Én azt hittem egyébként, persze, mert laikus vagyok, hogy egyáltalán az oxitocin maga az így nőkkel összefüggésben. Nem, ez ott van a férfiakban is. Mert ez a hormon szabályozza a mély összehúzódást, meg ilyesmit. Igen, nem? De bennünk is vannak férfi hormonok, csak nyilván más arányban másképp működnek. Tehát, hogy... Mi az a legfontosabb dolog, amikor egy kiló alatti újszülött, mert hogy téged azok érdekelnek. Igen, ők a kedvenceim valóban. Megszületik. Mi a legfontosabb dolog, amiről meg kell győződnötök? És mind múlik az, hogy abból egy rendes, nem tudom én, hátrányokat leküzdő, vagy hátrányok nélküli gyerekkorral felnövő kisrász lesz? Hát egyrészt nagyon ideális, hogyha az amúgy nem ideális időben, tehát koraszülöttként, de mégis valamilyen szinten tervezetten tud születni. Értem ez alatt azt, hogy a mamának meg tudták adni a szteroid profilaxist, ami a baba túlélése, a tüdejének az érése, de egyáltalán a minőségi túlélése szempontjából nagyon-nagyon fontos. Na most azoknak a kedvére, akiknek fogalmuk sincs az újszülött gyógyászatról, hogyha egy mama elében néz annak, hogy koraszülés fog bekövetkezni nála, akkor szteroidot adnak neki, hogy kivédjék, hogy a gyereknek az éretlenségéből származó hátrányok. Igen, ennek a szteroidnak a művész neve tüdőérlelő injekció a köztudatban, és pontosan az a lényege, hogy ugye ezeknek a babáknak nem nagyon termelődik még az anyag a tüdejükben, ami megszületésük után nyitva tudná tartani. A légzőhólyagokat? Igen. És ez a szteroid injekció ennek az anyagnak a termelődését segíti már méhen belül, ennek ideális esetben azért minimum 48 óra kell. Tehát a mama kapja nagyon, a szteroidot, igen, és a baba tüdeje ettől érik. Gyorsabban fog. De ugyanakkor a szteroid kapcsán azért egészen más a baba minőségi túlélése, tehát egészen másképp tud megküzdeni a világra jövetellel. Itt rosszabbul vagy jobban? Jobban, sokkal jobban, és nagyon tud hiányozni ez a szteroid előkészítés. De ennek még az agyvérzésre is komoly hatása volt, hogy... Azt is megelőzni? Megelőzni nem, de nyilván azzal, hogy ha megszületik egy ilyen baba, aki jól elő van készítve, az jó eséllyel nem igényel például gépi lélegeztetést, vagy csak nagyon rövid ideig. Utána teljes egészében a saját légzésére tudunk hagyatkozni, és azt megtámogatni. Ami azt jelenti, hogy azok a nyomásváltozások, amik ilyenkor létrejönnek a tüdőben, és ezáltal a keringésében az egész szervezetében, azokat ő szabályozza, és nem mi kívülről, bármennyire is próbáljuk, most már nyilván nagyon szinkronizált módban működnek a lélegeztetőgépek, sosem lesznek annyira szinkronizáltak, mintha mindent a baba irányít. Ezek az egy kiló alatti újszülöttek, ezek általában ilyen 6. hónap, 7. hónap körül jönnek a világra? Hát igen, tehát a 24. hét fölött gyakorlatilag életképesek ma már. Uh-huh. Most ott tartunk pillanatnyilag, hát nyilván feszegeti a tudománya egy terhesség, tehát határokat, de van már olyan baba, aki egészségesen túlélt 23 plusz x naposan megszületve, de azért számomra ez egy nagyon veszélyes terület, hogy mennyire megyünk le, mélyre ahhoz, hogy életben tarthatónak gondoljunk egy koraszülöttet. Ez most egy etikai kérdés, amit itt óvatosan érintesz? Igen. Hogy mikor, mekkora gyerekért kell küzdeni? És... Igen, tehát hogy hol van az a határ, amikor tényleg azt tudom mondani, hogyha ennek a babának én jól tudok segíteni, akkor neki tényleg minőségi életre van kilátása. És próbálják ezt a határt lefele tolni. Én egy kicsit úgy érzem, hogy ezt az égiekre kell bízni. De hogyha te ezt egy anyának mondod, akkor azt nem akarja az égiekre bízni. Az rád akarja bízni, hogy mindent tegyél meg vele együtt, hogy maradjon életben a gyereken. Nem feltétlenül. Tehát nagyon őszintén kell beszélni ezekkel a szülőkkel, még a baba megszületése előtt is, és el kell mondani, hogy milyen rizikója van.
és milyen szövődményekre, milyen problémákra is lehet számítani. És ő mondja ki az utolsó szót, hogy akkor te küzdjél a gyerekért, vagy ne küzdjél? Igazából ő, azt gondolom, hogy nagyon fontos figyelembe venni az ő vágyát és akaratát. Ugyanakkor nyilván, ha egy baba megszületik, és egyértelmű életjelenségeket mutat, akkor ott nincs alternatíva. Tehát őt akkor be kell fogadni, mint kis élő újszülöttet, és segíteni kell. De ha nem mutat életjelenséget, akkor azt gondolom, hogy erőszakkal visszarángatni egy nagyon, nagyon határ, vagy éppen határ alatti világszerten, a még el nem fogadott életben tartatóság határa alatti babát, az inkább a számomra a kínzás kategória. Tehát ő nem fog megmaradni, órákon keresztül adott esetben szenvedni fog, amíg mi próbáljuk, tehát hogy ez nem alternatíva. Egyébként pedig azt kell mondjam, hogy látszik egy kis koraszülöttön, amikor úgy születik meg, hogy igen, akkor kezdjük. Mármint a harcosság közben halkan belélegeztem valamit, és nem kapok levegőt. Mindjárt visszatér a hangom. Szóval, hogy látszik az újszülötten, hogy harcos-e, igen, és hogy életben tud-e maradni. Igen, tehát egész másképp tartja a kezét, a lábát, mint hogyha megszületik ilyen gyakorlatilag élettelenül egy kis tónustalan baba, akit utána megpróbálnánk mondjuk visszahozni az életbe, mint az, aki elindul, és csak segíteni kell nekünk, és utána szépen támogatva. Tehát tök másképp tartja a kezét, másképp reagál egyáltalán arra is, hogy az ember elkezdi segíteni a légzését. Tehát nem, ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy nem visszahozni kell őket, hanem támogatni abban, hogy ők most tovább tudjanak jönni velünk. Annyira szeretném tudni, hogy a szülők, hogyha bemennek a kórházba, mert megindult a szülés, és korábban indult meg, rémültek. Hogy lehet velük megbeszélni azt, hogy mi legyen a gyerekkel? Van erre egyáltalán idő, meg van lehetősége az orvosnak ezzel foglalkozni, hogy a szülő lelkét felkészítse, és van a szülőnek igénye arra, hogy megbeszélje, hogy na de mi van, hogyha ez a gyerek, ha valami baja lesz, kérdeznek, és akkor szabad mondani, vagy kérdés nélkül is szabad mondani? Ideális esetben van. Tehát ugye az ideális eset az azt jelenti, hogyha megindul egy koraszülés, akkor legalább 48 óra eltelik addig, amíg valóban a baba megszületik, vagy akár több. Ez a 48 óra kell a szteroid injekciónak ahhoz, hogy egy kicsit előkészítse a babát. Jó, hogy ilyenkor az a feladat, hogy bent tartsák a igen, gyereket. Igen, tehát ilyenkor megpróbálják leállítani a fájásokat, antibiotikumot adnak a mamának, és szteroidot. Azt 24 óránként kapja, két dózisban, ez a Celeston, nem tudom, ezt ki szabad-e mondani nem. Ezt a nevet? Nem szoktunk gyógyszerleveket. Bocsánat, jó. Nem szabad. Igen. Tehát ezt kapja, és ennek a minimum ideje, pláne egy egészen apró koraszülött esetében, a 48 óra, ami után várható, hogy ő jobban fog reagálni a megszületése után a külvilágra, mint hogyha hirtelen megszületett volna. Vannak olyan nem ideális esetek, amikor erre nincs idő. Tehát mondjuk leválik a lepény, rögtön sürgősségi császármetszéssel megszületik, evidens, hogy akkor nincs idő beszélgetni a szülőkkel. De azért a magyar szülészetnek is, meg a neonatológiának is, és nyilván nemzetközileg is az a célja, hogy egy ilyen megindult koraszülést lehetőleg valamilyen szinten leállítson, és minél több időt tudjunk még húzni, amíg a mamádban benne marad a baba. Ez akár hetekig eltarthat, akár akkor is, hogyha elfolyik a vize. És ti már ott jöttök? Tehát, hogy befekszik a mama? Mi már ott jöttünk, igen. Nőgyógyászaton megpróbálják, szülészet, nőgyógyászati osztályon megpróbálják benne tartani a gyereket, és ti állandóan ott vagytok, és véditek? Hát gyakorlatilag az a cél, hogy mi naponta elmegyünk a mamához, vagy a papához, amikor jön látogatni, és közösen beszélünk velük, újra és újra, mert ez azért nem egy olyan helyzet, amikor ő nekik minden információ átmegy. És akarják tudni, hogy milyen állapotban van a gyerek, és hogy mire számíthatnak? Én azt gondolom, hogy igen. Csak nem feltétlenül jut el minden információ hozzájuk abból az első alkalommal, vagy akár a második alkalommal is, amit mi elmondunk, tehát sok nekik. Van egy függöny, ami mögé ők be tudnak engedni bizonyos információkat, azt el tudják fogadni, és van, amit nem, és akkor azt újra és újra esetleg el kell mondani, vagy már ők rá kérdeznek. Most nyilván, amikor a baba megszületése előtt beszélgetünk, akkor azért ott az esélyek azok mindenképpen komolyan felmerülnek. És komolyan lehet tudni, hogyha nem tudom én a
29. héten akar előjönni a gyerek, és nem tudjátok két napnál, vagy még az két napot sem tudjátok bent tartani, akkor van valamiféle ilyen általános, nem tudom én, táblázat, hogy mikor milyen típusú fejlődési rendellenességre, vagy betegségre, vagy milyen szervi gyengeségre számíthatnak? Igen, ilyenkor a fejlődési rendellenességeket általában már tudja az ember, ja, igen, mert ha azt... van, az hamarabb kiderül. Vannak nyilván nagyszámú statisztikák, ezzel együtt én azt mondom, hogy egy szülőnek a gyereke az vagy 0 vagy 100%. Nyilván pontosan jósolni nem lehet, pontosan megmondani nem lehet, de azért azt mi is tudjuk egyrészt az adatbázisok, másrészt a saját tapasztalatunk alapján, hogy körülbelül milyen gesztációs időhöz, terhességi időhöz, azért milyen minőségű túlélés várható. Hát ha túlélés az csak az egyik baj, és a 29. a másik az, milyen betegségek. Hát igen, de azért ma már azt kell mondjam, hogy a 27-28-29 hetes babák azért azok egészségesen nőnek föl a legtöbb helyen. Igen? Igen. Tehát ma még a 24-26 hét közöttiek azok, akik talán sokkal inkább veszélyeztetettek a szövődmények miatt, de ma a kúrens ellátás mellett azért a 27. hét után már jó eséllyel abszolút egészséges gyerekekként nőnek. Én ismerek egy fél kilóval született gyereket, aki most azt hiszem majdnem 30 éves már, de 27 és... rossz a mozgás, nem úgy rossz a mozgása, tehát, hogy rosszabbul mozog, mint egy átlag ember, de egyébként abszolút jön, megy, csak nem lett belőle sportoló, és értelmes, tehát, hogy a mozgásán lehet látni, hogy ő nem egy egészséges ember, de az sem különösebben, tehát, hogyha odafigyelsz, akkor látod. Ami 30 évvel ezelőtt, a 6 hónapra születés azért az egészen, különleges. Igen, 30 évvel ezelőtt azért hogy ő így túl tudott élni, az valószínűleg abból is következett, hogy ő fél kilóval azért el volt maradva valamennyire súlyfejlődésben, meg egyáltalán fejlettségben, a méhen belüli életben, ahhoz képest, ahány hetes terhesség után jött ő világra. Tehát a fél kiló az körülbelül a 23-24. Hétnek felel meg. Na most 30 éve onnan azért azt gondolom, hogy nagyon necces volt túlélni. Tehát ott az még, nem tudom, 30 éve ez még az Isten kezébe volt, most meg azért... Még mikor én kezdtem a neonatológiát 2000-ben, még akkor sem volt ennyire alacsony a határ. Tehát ez fokozatosan csúszott 28-26-24-ig. Nyilván ahogy fejlődött. Téged miért az érdekel egyébként a legjobban? Akkor a szülöttek világa, mert imádom őket. Imádom őket, tényleg. Tehát annyira sikkesek, őszinték, mindent megmutatnak. Tehát, hogy egy tényleg egy nagyon-nagyon őszinte világ, és hát hihetetlen érzés az, hogy valakit 2,5-3 hónapig ott együtt nevelgetünk. És egy kicsit úgy az embernek persze nyilván nem kisajátítva, de a saját gyereke is lesz, mire aztán hazaadja, tehát ez azért egy érzelmi kötődés is. És látni azt, hogy mennyire cuki babák mennek utána haza. Igen. A picről tényleg, tehát amikor már igazi babák, ilyen 2 kiló. Egérkének körül. Születik, és aztán babává nevelődik. Én nem nevezem őket soha egérkének, szerintem ők is nagyon sikkesek, de hát ilyen kis ropi lábuk van, vékony kis karjuk, és nagyon sikkes, pici kezük. Szép ujjacskák, mert nagyon, nagyon szépek. Igen. Jellegzetesen, amennyire én emlékszem az újszülöttekre, akiket láttam, azoknak mind nagyon szép kezük volt, igen, és kifejlett kezük ahhoz képest, hogy a tüdejükhöz képest a kezük fejlettebb látszólag. Tündéri talpuk van. Hát ilyen talplenyomatot szoktam csinálni a szülőknek először így ajándékban. Ja, hogy valóságosan csinálsz talplenyomatot? Igen. Hát ezt betadinnal bekenem a talpukat, és egy papír, egy kartonra picit, hogy oda nyomom, és akkor az az első ajándék, mikor ha megyek a szülőkhöz így referálni róluk. És a szülők azok... Ez még a Söfmireiből hagyomány. Hogy te ott kezdtél a én ott klasszikus... Én 2000-ben a Söfmirei kórházban, tehát nekem az volt a bölcsőm, ahol az Alma Máterem, ahol a Zubovics László vezetése alatt én 7 évet töltöttem, és az tényleg egy nagyon-nagyon jó műhely volt. Sajnálod, hogy az a műhely szétesett? Hát nagyon. Vagy szétszették, nem nagyon, esett az magától nagyon, sehova. Nagyon, csak hogy... Igen, azért nagyon kár volt. Tehát jobb lett volna egy-egy szakmai központot megtartani? Vagy én azt gondolom, éppen... hogy az ott műhelyként nagyon jól működött, és nagyon jól működött maga a Söfmirei kórház is.
Tehát ugye ez egy anyavédelmi központ is volt, nagyon sok krízisterhest gondoztak ott, aki nem merte vállalni a terhességét, nem tudta otthon a faluban kihordani, az ott lakott benne a kórházban, és utána el tudta dönteni, hogy mi legyen a gyerekével, hogy hazameri vinni, vagy örökbe adja, de mindesetre addig ott biztonságban volt. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szociális hátteret is nyújtott ez a kórház, hát valamiért akkor így döntött a politika, hogy erre nincsen szükség. Ott, ahol most dolgozol, ott már egy általad felállított osztály van, vagy oda ment egy jól működött osztályhoz, vagy dolgozni? Én most oda mentem egy jól működő picbe, és azzal a céllal hívtak oda, hogy egy pár év alatt, ha lehet, akkor azt a családbarát koraszülött ellátást valósítsuk ott meg, ami működött a Söfméreiben, és aztán már nevében is deklaráltan a Honvéd Kórházban. Igen, mit jelent az a PIC, mert hogy a nézők szerintem ezt a perinatális szót intenzív centrum, ugye ebből az intenzív centrum azt jelenti, azt hogy értjük. Intenzív terápiát igénylő babákat ellátó központ, a perinatális pedig a születés körülit jelenti. Tehát ez fontos, mert ez a szülészetekhez kötődő osztály, és ezért perinatális, hiszen már a mama méhen belül, amikor bekerül a babával, már ott elkezdődik igazából a mi munkánk is. Igen, erről már egy picit beszéltünk. Igen. Akkor, amikor egyébként megvan a gyerek, és kissúlyú, és némelyik funkciója nem fejlődött ki, például a légzése, mint az ugye a legáltalánosabb, igen, vagy a leggyakoribb, igen, vagy valamilyen keringési zavar van, vagy nehogy Isten, agyvérzést kapott születés közben, mert hogy azt is szokták ezek a nagyon pici babák, nem? Hát sajnos van olyan, igen, amikor traumásan születik, és akkor mi, vagy szülés közben agyvérzést kap. Igen, akkor ti már ott álltok a születéskor általában? Igen. Tehát, hogy az jól működő centrumban ott van az újszülött gyógyászattal foglalkozó orvos? Gyakorlatilag egy komplett berendezéssel állunk ott, egy komplett mozgó intenzív osztállyal, ami várja a babát. Ha tudsz kézből lélegeztetni, vagy nem kézből? Nem, ez áll egy nagyon profi inkubátorból, ami egyben egy élesztőasztal is, és áll egy olyan berendezésből, ami rácsatlakoztatható erre az inkubátorra, és azon van olyan gép, ami egyrészt tud lélegeztetni is, tud saját légzést támogatni is, lehet szívni általa a babát, arra föl van szerelve egy infúziós pumpa, egy monitor. Úgyhogy gyakorlatilag minden készen van ott arra, hogy ezt a babát a szülőszobán, amint őt kiemelik, el tudjuk látni mondjuk 20 percen belül úgy, hogy utána békén lehessen őt hagyni. Hány ilyen szuperberendezés van egy kórházban? Hát egy. Egy? Tehát egy olyan van, ami rácsatlakoztatható ezekre az inkubátorokra, és inkubátorból van több. Uh-huh. És az, hogy van egy kórházban, ez így nem igaz, az ötödiket kapta Székesfehérvár az országban. Ja, hogy tehát összesen hogy az országban öt van. Igen, igen. Székesfehérvár ember az ötödik. Mert ez olyan embertelen drága? Igen, ez 6 millió forint fölött van egy ilyen szerkezet alapjáraton, és azt még föl kell szerelni monitorral, pumpával, szipappal, ami a saját légzést ugye meg tudja támogatni, és hát kell hozzá az az inkubátor, amire ezt rá lehet csatlakoztatni, és aztán úgy szállítható az osztályra a baba, hogy abból ő már gyakorlatilag semmit nem érez. Te is egyáltalában elég egy osztályon? Mármint, hogy tudom, hogy hallottam, hogy az országban öt van összesen, de hogy olyan nincs, hogy összefut két gyerek, és mind a kettőnek kellene egyszerre? Összefuthat, tehát mondjuk, ha ikrek születnek, akkor általában az van, hogy az egyik megvárja ott a szülőszobán, egyébként ugyanígy egy profi ellátás mellett, hiszen ott az Ivan Fali csatlakozó is, tehát lehet ott is lélegeztetni őt ugyanúgy, amíg a testvérét elviszük az osztályra, és utána visszamegyünk érte, és ugyanolyan körülmények között. Ja, hogy az is kap akkor ellátást? Ugyanúgy mindent, csak ő a szállításhoz megvárja azt, amíg a tesót. Elviszi a Ferrari, és aztán érte, igen, is eljön a Ferrari, igen, és őt is elviszi. Igen. Ezzel együtt mondjuk azt hittem, hogy egy horribilis összeget mondasz, és az 6 millió alapjáraton, de még arra kell a szipap, a nem tudom én micsoda, supap és dubap, azért az nem hát olyan nagyon beláthatatlan összeg. Összességében nyilván ez azért 10 millió fölötti, hogyha mindent hozzáveszünk az inkubátortól kezdve, de valóban nem beláthatatlan, tehát ennél sokkal több kéne, hogy legyen, ha komolyan vennénk az egészségügyet. És komolyan vennénk azt, hogy egyre több a koraszülött, egyre fontosabb azért az is nyilván, mivel egyre többen vannak, hogy ők minőségi felnőttek legyenek. Hát gyerekek, felnőttek, felnőtt életet tudjanak élni, tehát ezért mindent meg kell tenni.
Azt akartam volna megtudni, hogy van-e teóriád arra, hogy mitől egyre több a koraszülött. Miközben ugye már az én generációm is kapott gyerekkorában védőoltásokat, vitaminokat, tehát hogy nem hogy a tied, és nem hogy azoké, akik most szülnek. Nagyon sok esetben nem derül ki, hogy mi a koraszülés oka. Ez azért fontos, mert azért a mamáknak elsősorban, de nyilván a papáknak is ez borzasztó nehéz, ez egy roppant nagy trauma és egy gyászhelyzet, amikor nem úgy alakul a terhesség, ahogy ők azt tervezték, tehát ez tényleg nagyon-nagyon komoly veszteség számukra, amit szó szerint el kell egyébként gyászolni, ahhoz, hogy utána túl tudjanak lépni ezen annyira, hogy a babát valóban családként és kompetens szülőként hazavive aztán úgy tudják menedzselni, hogy ez mindenkinek jó legyen. De van néhány olyan tényező, ami egyértelműen kimutatható, hogy gyakor, vagy összefügghet koraszülések gyakoriságával. Nyilván ilyen az, hogyha valami fertőzést kap a mama, valami alsó húgyúti fertőzést, vagy akár az, hogyha ha dohányzik, hogyha nagyon rossz körülmények között él, nagyon rossz higiéniés körülmények között, de azt kell mondjam, hogy a legszegényebb és a leggazdagabb rétegből is legalább annyi koraszülött jön világra, és a leggondosabb terhességnél is előfordulhat, hogy sosem derül ki, hogy miért született meg 26 vagy 27. hétre az a baba. A legfeljebb annyi változik, hogy inkább életben tudjátok tartani most már. Hát a minőségi túlélés az igen, azt gondolom, hogy az jelentősen javult az elmúlt időben. Uh-huh. Akkor ezek szerint arra években. Sincs semmilyen külön tip, hogy mitől lehet elkerülni a koraszülést, hiszen nincs tudva sem, hogy mitől lehet. Nyilván van néhány dolog, amit az embernek érdemes betartani. Tehát az, hogy egy kismama mennyire vigyáz magára, hogy felfázik, nem fázik, hogy ez a felfázás, ez egy ilyen mágikus koraszülés. Ez fontos, igen, mert ugye a húgyutak ott nagyon közel vannak a hüvelyhez. Tehát, hogyha van valami húgyúti fertőzése, a húgycső és a hüvely az nagyon közel nyílik a nőknél, és borzasztó könnyen följut a hüvelybe az a kórokozó, ami ott azért a méhen belül is tud gyulladást okozni, meg tudja repeszteni a magzatburkot, egy gyulladásos reakció, tehát hogy erre figyelni kell. De ugyanúgy nyilván a higiénia mellett, a táplálkozására, az életmódjára biztos vagyok benne, hogy belejátszik az is, hogyha valaki túl stresszes. Hát a dohányzás azt kell mondjam, hogy nyilván nem jó, hogyha egy kismama dohányzik, de sajnos azt látom, hogy sokszor ez bármennyire nem veszik komolyan, azért elég sok dohányzó nőnek születik aztán egészséges gyereke, akivel viszont úgy idézőjelben egészséges, hogy picinek születik, de mondjuk érettként, azzal a későbbiekben van gond. Később. Ezeknél az apró koraszülötteknél nem a dohányzás egészségedre. Nem a dohányzás az, ami a legfőbb tényező, de azért az, ha idejéhez képest kis súllyal születik meg egy baba, az a későbbiekben azért számos problémát hozhat maga után. Tehát nem feltétlenül koraszülött, csak kis súlyú. Neked melyik a legfontosabb része a kisbabákkal való bánásnak? Tehát, hogy min múlik a legtöbb ez a kengurúzás, tehát a szülő, az anya meg az apa kapcsolata a babával, vagy hogy rajta csüngjetek, és ti szakemberek, és állandóan az igényeinek a leginkább megfelelő módon alkalmazzatok nála orvostudományt, vagy ilyen szeretetteljes bánást, hétköznapi bánást, mert ugye a baba a főnök, azt még nem magyaráztad el, hogy mit jelent az szorosabban. Na ez is olyan, amit nem én találtam ki, hanem ez a Zubovics Lászlónak az arszpoétikája, amit én igyekszem terjeszteni. Akár merre megyek, járok, és igyekszem ez szerint is élni és dolgozni. Ez igazából tényleg azt jelenti, hogy mindig azt biztosítsuk számára, amire neki szüksége van. Tehát ha most valamire az orvostudományból van szüksége, amit mi tudunk, akkor azt adjuk meg neki. Ha arra van szüksége, hogy hagyjuk békén, akkor hagyjuk békén. Honnan tudod, hogy egy vakarcsnak arra van éppen szüksége, hogy hagyjuk békén? Ugye felszereljük őket azért monitorral, látszik, hogy tök békésen alszik, jól érzi magát, látszik a monitoron, hogy jók az értékei, akkor tényleg csak a nagyon-nagyon szükséges időpontokban szabad hozzá nyúlni, és a kettő között békén kell őt hagyni.
mert neki az az ideális. Hogyha ott szereti a mamája, és ott simogatja, az masszerálásnak minősül? Azért, mert ő békésen alszik, és nem kell akkor hozzá. Van, amikor igen. Igen? Van, amikor igen. Tehát például, amikor, ez főként a nagyobb gyerekeknél, mi is meg szoktuk kérni a mamákat, hogyha éppen evés után ők alszanak, akkor ne keltsék fel őket azzal, hogy így megsimogatják. Mert ráadásul ők azt szeretik, ha nagy felülettel érnek hozzájuk, hogy a szülők ezt nem mindig merik, és akkor csak így az ujjukkal csikizik őket. És ezt például nem szeretik általában, ez a tapasztalat. De azt honnan tudod, hogy szereti vagy nem szereti? Hát látszik rajta, ja. Ahogy ébred, ahogy tekereg, ahogy eltiltakozik, de minden látszik rajtuk, tényleg minden. Abszolút látszik az is, ha nagyon jól vannak, és az is, ha nincsenek jól. Ezért és hogy néz ki, ha nagyon jól van? Abszolút sima, kisimultak a vonásai, gyönyörű rózsás, ilyen nagyon kényelmes pózban fekszik, fölhúzza a lábait, nagyon édesen tudják helyezni a kezüket. Őket be se takarjátok, nem? Mert ők gyakorlatilag egy pelenkába fekszenek az inkubátorban. Hát takaróval nem takarjuk be, de van körülöttük fészek, tehát őket ilyen puha közeg veszik körül, mert az viszont fontos nekik, hogy a határaikat érezzék. Igen. Tehát, hogyha csak kitesszük őket így egy ilyen akár puha matracra, akkor ők össze-vissza kaszálnak, és tök bizonytalanná válnak, és stresszessé attól, hogy nem tudják, hogy hol a határ. Mert a méhhez szoktatta meg. Nekik nagyon fontos, igen, hogy valamit tapintsanak, érezzenek. Akkor a hétköznapi újszülötteket is helyes, hogyha valamilyen hurkával, puha anyagból készült dolgokkal körbeveszik? Hát általában igen. Igen. Tehát vagy eleve ők már tudnak úgy aludni, hogy maguk alá húzzák a kezüket, lábukat, és így összegömbölyödnek, de az nagyon jó nekik, hogyha ha van körülöttük egy olyan puha közeg, ami jelzi, hogy itt az én határom. Érdekes. Ezért nagyon jó például az, hogyha mama mellkasára kerül a szülés után, vagy a papa mellkasára, ha éppen császármetszés, vagy most már ugye van a natural C-section, ami szintén egyre inkább elterjedőben van, ahol már a műtőben a mama mellkasára teszik a babát, mert hogy ott azért ő megnyugszik. Tehát, hogy egyrészt a szívhangot hallja, a mama vagy a papa hangját hallja, és az öleléstől ő megnyugszik. És a 24. héten született gyereknek a füle is annyira rá van edződve a mamájának a hangjára? Igen, ők ismerik a szülők hangját méhen belülről. Nyilván nagyon sok zavaró mormoláson keresztül hallják ott benne, de ismerik. Sőt, hát annyira érzik, hogy azt is tudják, hogy kiáll az inkubátor mellett, még akkor is, hogyha még ki se nyitották az ajtót, és nem is szóltak. Hát ez már transzcendens. Nem, ezt abszolút érzik. Abszolút. Sőt, ha nagyon feszült például egy szülő, vagy borzasztóan fél valamitől, és így jön be az osztályra, van úgy, hogy még az ajtóban áll, és a baba már érzi. És hogy jól tönkre lehet tenni a gyereket, hogy hát, jön mondjuk, a feszült anyuka, és átveszi a... Nyilván ez a mi dolgunk, hogy úgy vezessük a szülőket, hogy a babával, anyukát, és babával ő minél nyugodtabban tudjon együtt lenni. Mert ha nem, akkor nem engedett be. Dehogy nem. Neki ott a helye. Úgyhogy nekem az a célom, most itt Székesfehérváron is, hogy előbb-utóbb folyamatosan ott lehessenek majd. Azt hogy bírják egyébként a kórházak a mai nem teljesen kiegyensúlyozott állapotban, hogy te azt szereted, hogyha a mama ott van, hogyha magára kötözi a gyereket, ha már megengedhető ez, és nem lóg ki belőle semmiféle, nincs összekötve a monitorral, és nincs lélegeztetve, hogy akkor a mamán legyen. De lélegeztetve is ott lehet a mamán, monitorral is ott lehet a mamán, tehát ezek a csövek abszolút nem akadályozzák magát a kenguruzást. Egyetlen egy kritériuma van, hogy például a nagyon éretlen kis koraszülöttek, ezek a 24-25 hetesek, az első 2-3 napra szükségük van, hogy érjen a bőrük. Tehát addig annyira áteresztő, hogy addig nem szabad őket kitenni, mert borzasztó sok fertőzést kapnának. Akár a bőrünk keresztül is, igen. Tehát annyira éretlen a bőrük. Mert arra emlékszem, hogy lehet látni időnként a pici újszülötteknél a bőrükön keresztül az ereiket, tehát hogy néha az érrendszer így átrajzolódik. Hát az övékén abszolút, tehát ilyen nagyon vékony, papírvékony kis bőrük van, látszanak tökéletesen az erek alatta, a nulla izomzat, minimális, ugye minden izmuk megvan, csak hát nyilván még nagyon fejletlen, de ezeknek a 24-25 hetes babáknak minden, gyakorlatilag minden, ha csak hozzájuk érünk, az is okozhat felületes kis hámsérülést.
És nyilván úgy nem jó kitenni őt, hogy ezeken a hámsérüléseken keresztül az egy behatolási kapu, hogy ő fertőzést kapjon, tehát akkor mindenképpen érdemes egy 2-3-4 napot várni, amíg érik annyit a bőre, hogy utána már biztonsággal kitelhet. Mit csinálsz ilyenkor, amikor influenza járvány van? Hogy engeded be kengurúzni a szülőket? Maszkban? Hát ha nem betegek, akkor nem maszkban. Nyilván ez a szülő felelőssége is, hogy tudjunk mindenről, tehát hogyha ő belázasodna, fájnának az izületei, izmai, akkor azt jeleznie kell nekünk. De egyébként a szülők jöhetnek, tehát nekik ott a helyük. Könnyű együttműködni velük? Ez most már a vége felé járunk ennek a beszélgetésnek. Nyilván nem mindig, de azt gondolom, hogy a legtöbb szülőhöz meg lehet találni azt az utat, hogy utána partnerré váljon, és együtt tudjunk dolgozni ezen a 2-3 hónapon keresztül, és utána kompetens szülőként menjen haza. És a baba különbséget tesz válogat, hogy te szólsz-e hozzá, vagy a másik kolléganő tudnak kimutatni ezek a 23-24-25 hétre születettek különbséget az emberi viszonyaikban? A szülő hangját ismerik, a többinél én még így ezt nem vettem észre, viszont azt igen, hogy amikor visszajönnek kontrollra, akkor megismerik a hangunkat. Tényleg. Igen, tehát hogy ez fantasztikus. Hány gyereked van ebben az értelemben? Sok. Mi számoltad? Ezernél több van már? Nem, biztos, hogy nem. Nem. Akkor nem. Azt mondanám, hogy eredményes ezredik babát kívánok, egy kiló alatti babát kívánok, Silbeátát hallották, ez volt a heti vizit, és jöjjenek a jövő héten is viszontlátásra.